Szervusztok, kedves karantén lakók! Az én nevem Szűcs Apor, zeneszerzőként, karmesterként, illetve szongoristaként dolgozom. Ezek mellett, illetve ugyanezen szerepekben a Virtuózok Kamara Együttesnek vagyok a művészeti vezetője, az életkorom pedig 26 esztendő. És amit ma bemutatok nektek, az az alkotói tevékenységem, illetve annak egy viszonylag kis része, a műhelyem, így dolgozom, mondjuk nem egészen úgy néz ki, mint egy műhely, majd ezt is meg fogom mutatni. Minden esetre, hogyha egy zeneszerzőnek azt mondják, hogy hát home office-ra van ítélve, az talán nem egy olyan nagy tragédia. Na most első körben azt szeretném megmutatni nektek, ami viszonylag kevesebb kreativitással jár, viszonylag kevesebb a kreatív munka benne, ez pedig nem más, mint a hangszerelés. A munkám egy nagyon fontos része ugye a Virtuózok Kamara Együttes, amely ugye áll két darab fuvolából, egy klarinétból, két hegedűből, egy darab brácsából, csellóból, nagybőgőből, illetve egy zongorából. Ezek mellett pedig a fuvola és a klarinét az több más hangszerre is tud váltani, pikolóra vagy basszus klarinétra például. A koncepciónk lényege az, hogy műhelyszerűen mutassuk meg a klasszikus zene minden egyes szegletét, minden egyes hangszertípusra írt darabot. Így lehet az, hogy játszottunk már nagy zenekari kíséretes hegedű versenyt, klarinét zongora darabot, nagy zenekari darabot, sokszor feldolgozott alkotásokat, kevéssé ismert műveket, a baroktól, a bécsi klasszikán, a romantikán, a 20. századon át, egész a modernig. Legyen a szórakoztató, vagy épp megrázóan komoly. Az én feladatom tulajdonképpen az, hogy minden darabot gyakorlatilag átültessek az együttesnek a méreteire, legyen szó akár kicsinyítésről, vagy adott esetben nagyításról. Talán jogos is lehet a kérdés, hogy mire jó ez, hát miért nem lehet egy darabot meghagyni az eredeti hangszerelésben. Mint mondtam, mi egyfajta műhelymunkát végzünk, műhelyként működünk, és a célunk az, hogy közelről, tehát szó szerint közelről, test közelből hallhassa a közönség a zenét, és ugyanannyi esélye legyen megérteni a zenét egy zeneileg műveletlen embernek, mint egy képzett embernek, mint egy zeneileg képzett zenésznek. Ezért is van például az, hogy meglehetősen sokat, néha talán túl sokat is beszélek egy koncert alatt. Na most természetesen ugye ebből egyeneságon adódik, hogy a mi munkásságunk például egy sportarénában közel sem jut akkorát, vagy mondhatjuk inkább sem ekkorát, mint mondjuk egy kis létszámú koncertteremben. Persze azért, hogy műpához kell alkalmazkodni, azt könnyedén meg tudjuk tenni, hogyha mondjuk az együttesnek nem a 11, hanem a 70 tagú változata van színpadon, de azért ez egy másik műfaj. Na de hogyan is dolgozom? Noha természetesen szép és hangulatos kép a gyertyafénynél, asztal fölé görnyedő, lúdtollal komponáló zeneszerző, de azért ennek már nem túl sok értelme lenne.
Egyrészt azért, mert védjük az állatokat, védjük a fákat, másrészt meg már majd, hogy nem sehol nem fogadják el, különösen pályázatoknál a kézzel írt munkákat. Ma már nincs időnk kéziratokat bogarászni, elvárjuk, hogy a megszületett mű szép és tisztán olvasható legyen. Ha már élne Mozart és a kiséi zene kéziratát dugja egy vonós négyes orra alá, nos... Ma már a legtöbb zeneszerzőnek, így nekem is az eszközöm a számítógép. Itt egy nagyon érdekes számítógép látható, ugye kapásból két billentyűzete van, és egy viszonylag érdekes módon oldalra fordított monitorból is áll, hiszen ennek az a jó tulajdonsága van, hogy így valós méretben, teljes méretben tudok kottát nézni, baloldali monitoron pedig ugye látható a már áthangszerelt verziója ugyanennek a darabnak, ez különben Sansonnak a Heifetz által újra harmonizált és átírt hattyúja, úgyhogy tulajdonképpen amit én most csinálok, az az átdolgozásnak az átdolgozása. A notációs szoftverem a Sibelius, igazság szerint sokféle notációs szoftver létezik, ugyanúgy, mint a Finale vagy a MuseScore. Én a Sibelius-t szoktam meg, már nagyon hosszú évek óta ezt használom, és kicsit ugye meg is kell tanulni, de megszokható és megszerethető. Sibeliusnak van egy nagyon érdekes funkciója. Nevezetesen az, hogy rögzíteni is lehet azt, amit itt az ember játszik, de valaki azt hiszi, hogy ezzel milyen könnyű dolga van az embernek, mert csak fel kell venni, akkor most megmutatom, hogy pontosan hogy is néz ki ez a rögzítés. Na hát talán ti is láthatjátok ebből a kottaképből, hogyha ezt adnánk oda egy zongoristának, hogy játssza le, akkor az előbb látott példa az édes kevés lenne ennek a dolognak az illusztrálásához, de tessék, most ide tettem nektek egymás mellé a két kottát, hogy láthassátok, tehát ez a felvétel ez gyakorlatilag teljesen értelmetlen és használhatatlan ebben a formájában. De miből is áll pontosan a hangszerelés? Mint ugye korábban mondtam, ebben az esetben kétféle metódus alapján járhatunk el. Az egyik a kicsinyítés, és hiszitek vagy sem, ez a könnyebbik, amikor az apparátuson, teszem azt egy nagy zenekari apparátusból, kisebbet kell csinálni, egy 11 fős együttesre kell ezt áthangszerelni, vagy van a nagyítás, ami már egy kicsivel több kreatív munkát igényel, amikor mondjuk egy szóló hangszer, például egy hegedű, zongora kíséretes művét kell áthangszerelni, szintén 11 emberre. Ha kicsinyítésről van szó, a vonósoknál adott a helyzet, kivéve, hogyha természetesen mondjuk nem egy Wagner darabot kell áthangszerelni, ahol mondjuk csak az első hegedű 4 vagy 6 felé lehet osztva, de az igazi probléma a fúvósoknál, és ne adj Isten, az ütősöknél van. Ennél a pontnál nagyon fontos elem a zongora, amit én legtöbbször a rezes és ütő hangszereknek a pótlékaként szoktam használni, de bizony nagyon kell vigyázni az arányokkal. Egy eredetileg mondjuk oboa szólót nem a zongorának érdemes adni, de például a fagot és a kürt szólamoknál is érdemes mérlegelni, ilyenkor például a basszus klarinét nagyon hasznos lehet. Egy darab karaktere minden esetben nagyon más és más, ezért aranyszabály, de még csak arányszabály sem igazán létezik. Megtalálni, hogy hogyan arányuljon jól egymáshoz például a két fúvola és a relatíve kevesebb fúvós hangszer, hogyan párosuljon a vonósokkal, illetve a billentyűs hangszerekkel, ez minden egyes darabnál más és más eljárásmódot igényel. A nagyítás már persze egész más tészta, itt adott esetben sokkal több kreativitást is lehet használni. Popper tündértáncát például, ami egy cselló darab zongora kísérettel, úgy hangszereltem meg, hogy plusz zenei elemek is kerültek az eredeti megírt hangok mellé. Így szól például az eredeti előadásban. És így szól az újra hangszerelt verzióban.
Ennek pikantériája, hogy a zongora szólam eredetiben megmaradt, a többi szólam pedig csak köré lett írva. Amit persze a legnehezebb, hogyha áthangszerelésről van szó, hogy semmilyen helyzetben ne sérüljön a darab mondani valója és szerkezete. Kivéve, ha persze nem az a cél, hogy egy egész más darabot írjunk belőle, de az meg már megint egy másik műfaj. Hogy szabad-e ilyet tenni, szabad-e áthangszerelni nagy darabokat, nagy műveket? Véleményem szerint igen. Beethoven például sok szimfóniáját ő maga vagy a tanítványai írták át kis együttesekre, pontosan azért, hogy bárhová elvihető legyen. A hangszerelés nem egy objektív tudomány. Vannak a hangszerek, melyek tulajdonságait jól kell ismerni, de azon túl, hogy egy zeneszerző mit kezd velük, valószínűleg 10 zeneszerzőből 11 különböző megoldást talál ki. Nos, én nagyjából ennyit terveztem elmondani, köszönöm, hogy velem tartottatok, és köszönöm a Fidelionak is a lehetőséget. Vigyázzatok magatokra, maradjatok otthon, és mossatok gyakran kezet. Sziasztok!